Végtelen szeretettel köszöntelek benneteket. Hallottuk ezeket a szép köszöntő szavakat. Hari Om Namaste, Haribol, Om Namah Shivaya, Hare Krishna, Satnam. De mindez a köszöntés, hiába hangzik különbözőnek, mindegyik ugyanazt az egyet, azt a tökéletességet köszönti bennetek, és mindannyiunkban, akiben benne lakozik, illetve mindenkiben benne lakozik, akár tudunk róla, akár nem. Tehát ezt szólítja meg. És ennek a jogakonferenciának is ez a célja, hogy ehhez a tökéletes lényünkhöz egyre közelebb kerüljünk. Ennek a tökéletes lénynek ugye három tulajdonsága van, Sat Chit Ananda, a határtalan létezés, a tudás és az örök boldogság. Tehát ezek vagytok ti, ezek vagyunk mi. És ez a mai nap ezt szolgálja, hogy ehhez közelebb kerüljünk. Mivel egy kicsikét már csúszásban vagyunk, már nem fogok többet sokat mondani, csak azt kívánom, hogy úgy menjetek haza, hogy egy kicsikét könnyebben, békésebben, örömtelibben, és osszátok meg a családotokkal, a szeretteitekkel, a munkahelyeteken, és hát már is megtörtént az a három dolog, ami ma a témája ennek a jogakonferenciának. Példát tudunk mutatni a gyermekeknek, hogy milyenné kell válni. Ugyanakkor ugye ez a mai téma arról is szól, hogy sokat kell gyakorolnunk azért, hogy azzá váljunk, akik ott mi magunk vagyunk belül. És a harmadik pedig, hogy hát ezzel tudunk igazából a társadalomra is jótékony hatással lenni, ha azzá válunk, akik vagyunk. Csak azért éljünk, hogy áldás lehessünk mások az egész világ számára. Hari Om Tat Sat.